Na sziasztok, üdvözlök ismételten mindenkit. Ugye nekünk a magyar válogatottól reszeltek, és kaptunk egy újabb esélyt. A Honvédnál ugye elég sok csapat érdeklődött értem. Nem is értem miért egyébként. És jelenleg a Honvéd a 9-ek vagyunk, kieső helyen az Újpest. Kiesni az talán nem fogunk. Talán nem. De most elég sok barátságos meccsünk lesz január 26-ától kezdődően. Ugye nagyon nem nagyon szeretnék variálni a csapaton. Esetleg ingyenesen hozható játékosokban gondolkodok. Ugye itt be lehet nézni, first team playernek keressünk. First team player. Any position az ő lesz. Any position. Na azért már rögtön az elején elég sok dolgom van, mert egy csomó játékossal hosszabbítani kell szerződést, remove from shortlist. Persze, gyertek le már egyelőre. Jó. Természetesen itt is beállítom, hogy engem ne baszogassanak a ilyen hülyeségekkel. Személyi asszisztens. Ilyen riportokkal meg ilyenek engem hagyjanak a faszba. Na, az első igazolásunk megvan, Marco Salvatore. Osztrák játékos, nem volt válogatott soha. De a védelemben sokat segíthet nekünk. Elérkeztünk a Vizsla Krakó elleni barátságos meccshez. Hát az az előszezon ez elég érdekes, azért van itt mit csinálni a szakmai stábban játék edzőket kellett szerződtetni, meg ilyen orvosokat, meg tehát a szakmai stábot azt egy kicsit még fel kellett tupírozni. Most is pont azt tettem, szerződtettem egy ifi edzőt. Várjál, nem játszottam le a izét. Ha menj már a picsába. Jó. De én azokat most le akarom játszani. Staff. Jó, én szeretném játszani. Most a Vizsgakakót megvertük, azt most a gép intézte. De a következőt már én fogom. Látni akarom, hogy mire képesek a játékosok. Na, Ferencváros, érdekli a kicsoda? Kerics. Isten mencs. Nem adok el senkit. Az U19-hez még igazolunk edzőket. Na most viszont már én fogom irányítani a csapatot. Barátságos meccs. Ugye? Remélem. Elvileg. Fitness test. Na, most jutottam el oda, hogy végre én irányítom a meccset. És hát ez lesz a felállás. Hát, lehet nagyobb is. Annyit csapjuk neki. Már két barátságos meccs lement, sajnos szarú volt beállítva a rendszer és a menedzser asszisztens vezényelte ezeket a meccseket. Pedig én akartam volna, de mindegy, most már átállítottam, és a harmadik meccset már én irányítom telibe, úgyhogy ki ellen játszunk? Ki ellen játszunk? Azt tudom, ki ellen játszunk. Na mindegy. Nyomjuk.
egy fél idő faszán eltelt, úgyhogy semmi nem történt. Azaz. Öngól. Mondom, túl sok az öngól. Azaz. Szép. Gyerünk. Azaz, nem jó. Azaz, nem jó. Na, cserélgessünk. Beáll csáv. És beáll. Viszont Matrik. Lackó Zsolt. Lorenzo del Pinto. Na, akkor legyen Lackó helyére. Azt Marco Salvatore meg földi helyére be. Moronga. Castillon helyére. Egyelőre ennyi. Szép volt. Azaz! 2-0. Ő, passza meg, ezt csúnyán elhagytuk. És itt a vége, 2-0-ra nyertünk. Tök jó. Barátságos meccs ugyan, de tök jó. A izéből, az maga a... mi ez? Első osztályból, a lengyel első osztályból. Jobbak voltunk. Úgy, sokkal jobbak voltunk. Én mondjuk, hogy valószínűleg nem a nagy csapat találtak ki, illetve a legjobbakkal. Következő meccs kezdődik is. Most idegenbe jöttünk. Aznak megint elfejtettem, hogy ki ellen. Ó, baszki, de legalább mi támadtunk. Bozdovák ellen. Most látom. Jó, cseréljünk. Akit tudunk, cserélünk befele. Ja. Nem, köszönöm, vissza. Kettő null lett a végén, hát lemaradtunk a gólokról, mert csörgött a telefonom és én meg elfelejtettem leállítani. Mindegy. 2-0-ra nyertünk. És jön az Újpest. Na, gyerekek. Honvéd Újpest. Kezdődik a bajnoki szezon, illetve a második fele a tavaszi szezon. Valójában a 9. helyről kéne feltornáznunk magunkat. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül.
Salvatore kapja a 23-as meszt, ugye ő az új ember. Aztán akkor csapjuk neki. Labdaszerzés, adaz, adaz, vigyed, vigyed, vigyed! Adaz, ó, bassza meg! Szép volt! Így van, ez az! Pishon Patrick, köszi! Azaz, 2-0, szép! Gazdag Dani, szép volt! Gazdag Dani, csak így ledanizom, mint hogyha ismernék. Az szép volt! Hazd meg, szép, szabadrugásból, úgy kell. 3-0. Jaj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 
Mindegy, cserélgessünk. Lubál csávú beáll Lackó helyére? Ne. Hoppá. Ide. Mert ő is izé sárgalapos. Salvatore akkor meg beáll nagy helyére. És akkor kvázi ezzel jelen még elvileg egyet tudok, akkor Dabic helyére Castillon. Úgy. Három egy. Igen, ez várató volt, hogy kicsit visszábesünk, mivel emberhátrányban vagyunk. Csak nehogy valami nagyobb gebasz beüssön. 10 perc alatt is akár ki tudnak egyenlíteni, bár már pörög az óra. Jó, szép távoli lövés, 3-1. Király. Ügyes volt. És gyakorlatilag nem vagyunk sokkal lemaradva. 9 ponttal vagyunk lemaradva a harmadik helyezettől. Jó, mondjuk ők még nem játszottak. De még akár meg lehet a... Még talán meg lehet a dobogó is. Honvéd videóton. Baszki. Na, az kemény lesz. Jó van, srácok, akkor ez a rész az ennyi. Tehát a barátságos meccseket azokat jól vettük, és a Honvéd elleni első bajnokin is 3-1-re tudtunk nyerni. Csodás első félidő után egy kicsit visszábeestünk a második félidőben, de hát ez várható volt, mert emberhátrányban voltunk. Nekem tetszett az, hogy tényleg láttam, hogy hajt és küzd a csapat, és úgy néz ki, hogy itt talán nagyobb sikerek fognak rám várni, mint a válogatott élén. Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Videóton ellen hazai pályán, Kisvárda idegenben, Cegléd idegenben, Paks idegenben. Nem tűnik talán annyira combosnak, bár azért a videóton ellen meg fogunk szenvedni szerintem. De ez már csak a következő részben derül ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!